Ágoston András 1997-es megalakulása óta vezette a Vajdasági Magyar Demokrata Pártot. Legutóbb 2008-ban választották meg 4 évre. 2012. decemberében jelentette be, hogy visszavonul a politikai életből, és hogy a párt következő kongresszusán nem vállalja a jelölést az elnöki posztra. Én nagyon örülök annak, hogy 23-24 éve együttműködhetek mindazokkal, akikkel együtt hoztuk létre a történelmi VMDK-t, majd a VMDP-t. Még jobban örülök annak, hogy úgy látom, hogy voltunk, vagyunk és leszünk. A VMDP szombati tisztújító közgyűlésén megválasztották az új elnököt. Ő Csorba Béla, a párt temerini tagozatának vezetője. A Vajdasági Magyar Demokrata Párt életében meggyőzésem szerint döntő változásra nem fog sor kerülni. Közismert, hogy Ágoston András közeli munkatársa voltam évtizedeken keresztül, és az alapértékeink ugyanazok. A folytonosság folytatódik, de bizonyos apró módosításokra szükség van, nyilatkozta Gusztony András, a párt alelnöke. Maradt az autonómia egyértelműen az első pontként, második pontként maradt az 1944-es eseményeknek a méltó feltárása és megemlékezése, és sajnos maradt egy nagyon finom dolog, a mostani magyar vezetések áldozatairól való bizonyos gondviselés. Az ülés zárt körű volt, a sajtó képviselőit utólag tájékoztatták a történésekről.